Üdvözlök minden kedves nézőt, én Cebelian vagyok, és rájöttem, hogy hogyan lehet internetezni a Minecraftban, akármire rákeresni, bármilyen YouTube videót megnézni, tehát most használjuk ki ezt a lehetőséget, és csináljuk a legértelmesebb dolgot. Ha ha ha. Nem bírtam ki a valasz fejét. Miért álltad, és miért nézte ezt a borzalmat? Szóval, srácok, végre rájöttem, hogy hogyan lehet használni web displays modot. Eddig is tudtam, hogy létezik, viszont nem bírtam használni, mivel úgy kell kezdeni ezt az egészet, hogy van ez a képernyő, és ebből le kell pakolni egy pár darabot. Majd mindjárt elmondom részletesebben, hogy hogyan működik, csak elmondom, hogy miért nem bírtam használni. Ugye lepakoltam annyit, amennyit kell, és ilyenkor rá kell nyomni a képernyőre, hogy aktiváljuk, és ilyenkor én, amikor rányomtam, Ilyenkor kikreselt a Minecraft és kidobott. És egy jó pár hónapig eltartott, hogy rájöjjek arra, hogy be kell raknom egy másik modot is, hogy működjön ez az egész, ez a kijelölés, és ne keresjen ki. Ott lesz mindkettőnek a letöltési linkje a leírásban, és nem mindegy, hogy melyiket melyikkel rakom össze, mert hogyha a másik kiegészítő mondnak egy frissebb verzióját rakom be ehhez a modhoz, akkor sem működik. Tehát a, kb. a legrégebbi verzióját raktam be, én így ki, mindegyikkel végigpróbálgatom, és a legrégebbi verzióval viszont működik, tehát nagyon örülök, hogy sikerült, és akkor jöjjön és a tutoriál, megmutatom, hogy hogyan működik ez az egész. Szóval erre a négy eszközre lesz összesen szükségünk, igazából elég lenne csak a webscreen, ezzel is meg lehetne oldani az egészet, viszont vannak hozzá ilyen kis kiegészítők, amikkel így hangulatosabb lehet ez az egész, illetve megmutatom nektek a legfontosabbat a webscreen-t, hogy hogyan kell lekraftolni, mert ezt survival módban is meg lehet csinálni, és amúgy azon gondolkozok, hogy lehet, hogy csinálok egy ilyen sorozatot, ahol össze kell gyűjtenem ezeket a cuccokat, és le kell kraftolnom egy ilyen monitort, és kapunk 16 darab webscreen ami igazából nekünk nem elég, mert 16 kell az alsó sorba, és 9 kell egy oszlopba, tehát ezt le kell kraftolnunk 9 -szer. Hogy egy normális képernyőt kapjunk. Tehát, hogyha szeretnétek egy ilyen sorozatot, ahol ezt így összegyűjtöm, aztán ott így mit, rá rákeresgélünk a Minecrafton belül, mert amúgy szerintem ez így tök hangulatos, meg itt tök durva, hogy egy játékon belül ezt így meg lehet csinálni, akkor azt írjátok meg kommentbe, hogyha szeretnétek ilyet. Ez volt az eleje a mondatnak, én emlékszem. És akkor építsük meg, ugye legalúra kell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, és 1, 2, 3, 4, opá, 5, 6, 7, 8, 9, és akkor ezt az oszlopot így végigépíteni, mind a 16 blokkra. Na ezzel meg is vagyok, most egy jobb klikket kell nyomni a képernyőre akárhova, és így beaktiválódik, akkor jó, hogyha fehér lesz, ha nem lesz fehér, akkor valamit próbálj módosítani, újra kell indítani mindenféleképp a Minecraftodat, és másik modokat kell beraknod, hogy működjön, viszont én mindenféleképp azt a kettő modot fogom lerakni, amivel nekem működik, tehát valószínűleg működni fog nektek is, és ilyenkor a csóró megoldás az az, hogy nyomtok egy shiftet, ugye itt googolok most, és így egy jobb klikket a képernyőre, és már írhatjátok is az URL-t, és rákeresettek a dolgokra, viszont én nem így fogom megcsinálni, hanem mondjuk, várjátok, még ideépítek magamnak ebből egy ilyen kis placot, hogy így, így egy kis lépcső, vagy mondjuk igazából a képernyő közepéhez jobb lenne, és akkor ennek a tetején lesz fönt a mi kis klaviatúránk, amit viszont tudunk használni szintén, tehát tök durva, nem csak dísznek van, hanem lerakom, és most idejövök ezzel a linkerrel, ezzel a távirányítóval, ráklikkelek egyet a képernyőre, és most ráklikkelek erre a klaviatúrára, és most összekötötte a klaviatúrát a képernyővel, illetve még itt van ez a kontroller, ezt mondjuk lerakjuk, hát ez is kell amúgy nekünk a közelbe, tehát mondjuk, opán ide rakom le, és megint egy klikk a távirányítóval a képernyőre, és erre is egy klikk, és most összekötötte a képernyőt ezzel a linkerrel, keresővel. Vagyis nem is linker, hanem kontroller, bocsánat, ez a linker. És akkor most már csak annyi a dolgom, hogy ugye vagy ide jövök és shift -t -t nyomok, és jobb klikkelek a képernyőre, és rákeresek a dologra, vagy erre jobb klikkelek simán, és itt keresek rá, mert ugye össze van kötve azzal a képernyővel. Szóval mondjuk írjuk be, hogy youtube.com, és hát nyomjunk egy Entert, elég lesz nekünk egy ennyi, és akkor most csak várjuk a csodát. Szerintem hogy beleírtam, aha, véletlenül odaírtam egy jó betűt is, youtube.com, az Enter nyomásnál, és ja nem... Ent, ja te az Enter is jó! És láthatjátok, hogy itt van a Youtube, a mostanában felkapott videók, meg az előzőre rákeresett videó. És itt lehet lefelé körgetni, és azért nevetek srácok, mert hol van, eltűnt az a fej, várjátok, körgessünk vissza föl. Azt mondja, hogy itt, itt az a fej, azt nézzétek ezt, bicsoda, nézzük már meg ezt a videót, erre kíváncsi vagyok. Jaj, de ezt nagyon bírom, nézzétek! Figyeljétek miért visít mindjárt a kisgyerek. Ott is van. Tehát láthatjátok, hogy lehet itt videókat nézni, akármire, tényleg akármire rá tudok keresni, ide nyomok a keresőre, visszajövök... <laughs> jó, jó, hagyjuk. Rányomok a klavétórára jobb klikkel, és így már mozogni nem bírok, ami betűt lenyomok, az arra rákeres, mondjuk keresünk rá arra, hogy öm, nem is tudom. Nice. 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 Attól tartok, nem nice. is kell rákeresnem semmire. Mondjuk bérom hogy Uborkraft, ugye a saját csatornámat, entert nyomok, most egy eszképetük, kilépek a klaviatúrából, és itt is van a csatornám csatornám, klikkelek rá, itt is van a videóm, ami nagyon itt vannak a izé, az kapcsolódó csatornák, kaverkáim, ide nyomok, hogy videók, és akkor itt az összes videó, amit tudok lejjebb görgetni, válogatni közülük, várjátok, uh, mondjuk, playlist, ugye lejátszási listák, mert vannak olyanok is srácok, ezekkel sokat dolgoztam, hogy a szállítsam, tessék, azokat is Nézd, a community, az nem tudom, ja, hogy a, a Jürgen, ami kapott 13.481 lájkot, azok már össze 15000-re, na. <laughs> De most tök durva, egy ilyen kép 13.400 lájk azért, ez az nagyon kemény. Akartok még, hogy Jürgenről rakjak ki ide képeket? Akkor azt írjátok, hogy legyen Jürgenről még kép. Itt van Channels, ugye a, ja igen, a csatornák, beaut ez így rólam, Mit tudom, én Hungari Links, Instagram, szeretek levegőt venni. Hát, ja, szeretek. De amúgy arra lennék kíváncsi, hogy Facebookba be lehet-e lépni. Azt mondja, hogy akkor facebook.com. Igen, okézzuk okay, le, és akkor várjuk meg, hogy behozza egyet. És behozta, várjatok, akkor ide írjuk be, ugye, a nevemet. Azt mondja, hogy hú, várjátok, mi is a nevem? Elfelejtettem, már rég nem léptem be. Oké, okay, az e-mailt sikeresen beírtam, már csak a jelszó kéne, amiben nem vagyok teljesen biztos, de remélem, hogy működni fog. Jó van, beírtam azt is, nézzük az igazság pillanatát. Login. kérlek, működj és ne legyen. Srácok, sikerült belépni, és itt tudunk Facebookozni, várjátok már. Hoppá, ott van a chat jobb oldal, hát igen, picit lassan tölti be már, hát csak a Minecrafton belül próbálok megnetezni, és nem mondta, hogy lehet lejjebb görgetni. Várjátok már, lejjebb jövök még még, még, igen, és mondjuk nézzük meg ezt a videót, meg lehet, ne szórakozz, hogy megnyitja, és hallod? Ja, a Flash play Player-t le kell tölteni, várjál, kíváncsi vagyok, hogy le kell le, vagy csak frissítés, töltsük le, próbáljuk ki, hogy úgy működik-e, hogyha most így nem indítja el, na mindegy, nem indítja el, viszont pörgessünk még lejjebb, amúgy milyen durva, hogy ha csak videósok elérhetők most itt a cseten, de durva, tényleg, akkor mondjuk meg akarok nézni egy képet, keresünk egy képet, tekerjük le mondjuk, itt van ez a kép, Nyissuk meg, remélem valami normális. Ja nem, ez is egy videó valószínűleg, mert Flash Player kell hozzá. Keresünk már egy normális képet, hihetetlenek vagytok. Na, ez sem egy kép, hát nem hiszem el. Na végre itt van egy kép, nyissuk meg, és... És meg lehet nyitni a képet, azt nézzétek már. De durva. Várjátok, tekerünk még lejjebb, menjünk, menjünk, menjünk. Opám, nem, nem, nem akarok változtatni url -t menjünk lejjebb, kommenteljünk, oh, nem akarok úgy sehova sem oda kommentelni, akkor írjuk Botinak azt, hogy... Na várjatok, megírom Botinak azt, hogy... Csá! Ezt... Ezt a Minecraftból írom. Oké? Okay? Entert nyomok. Oda nézzetek, elküldte az üzenetet mondjuk az A helyett. Ja igen, fura. Akkor nem szabad ékezetet írni. Viszont megnézem, hogy ez most Facebookon tényleg elküldte. Erre nagyon kíváncsi vagyok, várjatok. És ezt nem hiszem el, srácok, nézzétek meg, tényleg elküldte. Hát ez nagyon durva. Na jól van, srácok, ez a videó ennyire lett volna, ez a mod kb. a legkirályabb, amit láttam, de tényleg lehet internetezni a minecraft -ben. ez nagyon durva, és gratulálok Bettinek és Miklósnak a kapcsolathoz, meg ilyenek. És hát, srácok, én nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, Ha tetszett, akkor nyugodtan nyomassatok egy lájkot, és amúgy tényleg, hogyha szeretnétek ebből egy sorozatot, akkor azt írjátok meg, mert én, én mindenféleképp szeretnék, mert ez nagyon durva. <laughs> mi az a gyerek? Én Cebelion voltam, sziasztok!